A 400 példányban elkészült kiadványt Schmidt Csaba polgármester méltatta. Ugyan 13 esztendőt kellett várni rá, de minden tatabányai számára nagy öröm, hogy elkészült a Tatabánya annó második kötete, amely településünk történetét dolgozza fel képekben, Tatabánya várossá alakulásától a 90-es évek közepéig, mondta köszöntőjében a polgármester. Ez a fekete-fehér képeken mutatja be Tatabánya történelmét a városá alakulástól az 50 éves évfordulóig, a 2000-es évek fordulójáig. Ezek a mi emlékeinkben is kinek mikortól, de színes képek formájában élnek, és úgy nagyon jó meglátni a városnak az alakulását, hogy hol épült, hol dolgoztak a szüleink, nagyszüleink, hogyan alakult a város, hol kellett sajnos olyan épületeket az alábányászás miatt lebontani, amelyek szeretnénk, hogyha megmaradtak volna, de hát a bányászatnak sok öröme, sok embernek való munkát adása és értékteremtése mellett volt olyan nehézsége is, hogy bizony ott olyan területek is keletkeztek, amelyeket nem lehetett átmenetileg használni. Ez is mind visszaköszön a könyvből, de én azt gondolom, hogy egy nagyon szép és átfogó képet ad a városunk fejlődéséről. Fűrészné Molnár Anikó, a kiadvány szerzője, kiemelte, a könyv összeállításához a múzeumban található rendkívül gazdag fotóarchívum adta az ötletet. Nem lehetett dupla ekkora kötetet készíteni, meg voltak olyan hiátusok, amitben abban reménykedem, hogy mivel nem került be eddig fénykép, talán akik megveszik és megnézik, azok behozzák a múzeumba, amit fontosnak tartanak, és mivel az első kötet is több kiadást ért meg, remélem, hogy ez a könyv is többet fog, és akkor lehet egy javított, bővített kiadást kiadni majd. A kötet másik szerzője Dalos István fotóművész. Mondhatnám azt, hogy ez a könyv nem a történelemről szól, hanem egy történetről. Arról a történetről, ami a mi fejünkben a városról van. Tehát egyrészt szembenézünk Tatabánya történetével, de önmagunkkal is. Azok által, hogy mi ezeket a képeket válogattuk be. Azáltal is, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ezek voltak a város történetében azok a pontok, amelyek bizonyos változásokat, bizonyos súlypont áthelyezéseket jelentettek. Ugye az Anikó említette azt, hogy a tér felhasználás hogy változik a Felsőgallai piasztér, a Hetestelepi piasztérről, hogy kerül át a május elsői felvonulás a Népház elé, majd a Népház előttről Újvárosba. Hát Tatabánya alakult.